Augusztus végén, mikor a hosszabbodó éjszakák hűvöse, a párás hajnalok, a nappalok gyengülő ereje pasztellá lágyítják a természet színeit, feltartóztathatatlanul beköszönt az ősz. Első hónapját még simogató nappalok és hűvös, elviselhető éjszakák jellemzik, de az évszak közepe és vége változékony, időnként szélsőséges időjárásával már kihívást jelenthet számunkra. A rohanó frontok, esőzések, a mindent átjáró köd és pára, a végtelennek tűnő fagy közeli éjszakák kemény próba elé állíthatják a vizeket járó harcsások kitartását. Ám az időnként szomorkás ősznek nem csak árnyoldalai vannak, hiszen nem lehet nem észrevenni lenyűgöző fényeit, pompás színeit, szívet melengető szépségét. A harcsásoknak ez a változatos évszak is tartogat még számtalan izgalmas, kalandos horgászélményt. Még mielőtt elkezdenénk az őszi harcsázás ismertetését, beszélnünk kell a harcsázás során gyakran előforduló halvesztésről, pontosabban az ezt leginkább befolyásoló tényezőkről. A kapásról és a bevágásról, a fárasztásról és a kiemelésről. A horgászok többségének érdektelen lehet ez a kérdéscsoport, hisz csupán csak rutin bevágni, a halat kifárasztani és kiemelni. Ha eközben esetleg elvesztünk egy-egy halat, hát mondhatjuk, hogy nem volt szerencsénk, ami az esetek többségében igaz is. Ám a harcsázás során gyakran vesztünk többet pár halnál, ami már nem biztos, hogy csak a szerencsénken, rajtunk kívülálló okokon múlott. Néha még a kapás elérése is időigényes, munkás feladat, ezért nagy luxus egy más esetben esetleg pányvázható halat elveszíteni. A halvesztéshez legkevesebb köze a kapásnak van, hisz minősége, miensége nem rajtunk, leginkább a harcsán múlik.
A kapás sokféle lehet. A szöszmötölőstől a bothúzósig. Ez módszerenként, csalinként változhat. Emelt úszóson, puha testű csali esetén gyakori a lerántás, ami azonnali visszaengedéssel párosul. Ilyenkor esélyünk sincs a bevágásra. Ha az úszónk egy pillanatra megáll a vízszintje alatt, jó ütemben bevághatunk. Ez néha megakad. Általában kisharcsák vagy békés halak az elkövetők. Ha az úszónk oldalirányú mozgást végez, és eközben lassan merül, gyakran csak a horogról lelógó csali végeket fogja a harcsa. Természetesen a bevágás ilyenkor sem akadhat. Ha a csalit azonnal visszajuttatjuk a kapások helyére, általában a kisebb harcsák rövid időn belül újra elviszik. A hatékonyságunkon sokat javíthatunk még, ha a puha testű csali alá is kisméretű hármast lógatunk, és a gyenge kapások láttán a bevágással a határozott húzásig kivárunk. A bevágás minden esetben a bedobás irányával megegyező és határozott legyen. A harcsák szájában kevés olyan hely van, ahol a horog jól ül, és a kisebbek közé beúszhat egy termetesebb példány is. Úszózás közben az eltolás, az üres bevágás a pandajok gyökeres partok előtt ívási időben is gyakori, amit az előző részekben a kapások sokszínűségével együtt már részletesen ismertettünk. Az úsztatóson általában hasonló jelenségek, kapások fordulnak elő, mint az emelt úszósnál. Gyakori a lerántás, a felengedés. A csúszóúszós módnál a kapást az úszóról is, vagy annak vízszint alá süllyesztése esetén jelzőkarikáról várhatjuk. A karika mozgás alapján időnként nehéz megállapítani, hogy éppen mi történik a csalinkkal. Tehetetlensége miatt oldalirányú vagy lefelé törő kapás esetén túl nagy mozgásteret enged a harcsának anélkül, hogy jelezne, bemozdulna. Gyakran már repül a botunk, mire felfogjuk, hogy kapásunk van. A karika kapás jelző fokozott figyelmet igényel, mert vehemens, gyors kapásokról könnyen lemaradhatunk. Bár az önakasztás ilyenkor gyakori, mivel a csúszó-úszó nehéz ólommal rögzített. A karika kapás jelzőn a húzós és az ejtős kapás nevezhető klasszikusnak. Mindkét esetben a lehető leggyorsabban be kell vágni. Az ejtősnél a bevágási út jelentősen hosszabb lesz, erre készülni kell. A felszínre állított úszó a karikánál kényelmesebb, lágyabb módon és azonnal jelzi a kapást. A csali mozgása is jobban nyomon követhető róla. Hátránya, hogy pontos vízmélység állítást igényel. Nem szerencsés, ha a nehéz szerelékkel többször dobjuk meg a meghorgászni kívánt helyet. A becsapódások zavarók lehetnek.
A fix vagy csúszó ólommal rögzített módszereken a kapásjelző bármerre viszi is a csalit a harcsa, minden esetben felfelé mozog. Az emelt fenekezőn, az óriás antennás úszóson kapáskor a kontaktus azonnali. A jó ütemű bevágást követően a horog ülni fog. A halvesztés az élőhalas felszíni módszereken, a Kejfeljancsin és a Bergman csövön gyakori, mivel a bevágási hossz a vízoszlop teljes magasságával terhelt. Kapáskor néha még többszöri berántással sem érjük el a halat. Ilyenkor az elégtelen akadás miatt gyakori a lemaradás. Ezeken a módszereken szükséges a horog kombináció alkalmazása, hogy ne csak a szerencsénken múljon az akadás. A filmsorozat hagyományaitól eltérően a következő pár percben idegen vizen készült felvételek is bemutatásra kerülnek. A kuttyogatás során az úszós készségen az eddig felsorolt vagy bemutatott összes eset előfordulhat. Az üres bevágások vagy a lemaradások aránya megegyezik a más úszós módokéval, de a legtöbb lemaradás a nem kellő erejű bevágás miatt történik, mivel a bevágás iránya egyedi a kuttyogatásnál. A megfelelő erejű, függőleges bevágáshoz már az ülés pozíciónknak is ideálisnak kell lennie. Törekedjünk arra, hogy a bot mögött a spic vagy az úszó irányával megegyezően üljünk. A bevágást a lehető legmélyebbről nyújtott karral indítsuk. Lágyabb botoknál felállással növeljük az egyébként rövid bevágási utat. Kuttyogatásnál a spiccen figyelt kapás a legelőnyösebb, annak ellenére, hogy ez a mód lágyabb botot igényel. A kontaktus a csalival a kapás alatt is direkt marad, ezért ha a bevágás ül, a fárasztásnál ritkább a lemaradás. Összesítve tehát elmondható, hogy minden módszernél, minden esetben a bevágás a bedobás irányával megegyező, határozott és erőteljes legyen. De ne feledkezzünk meg felszerelésünk teherbíró képességéről sem. A felszerelésünk teherbíró képességének a fárasztásnál is meghatározó szerepe van. A legjobb harcsázó botok töréshatára 10-15 kg körül mozog, ami nem tűnik nagy súlynak egészen addig, míg ezt a súlyt nem bottal próbáljuk meg felemelni vagy mozdítani. A harcsapergető botok legjobbjai 8-10 kg bírnak. A fárasztás során még a legkeményebb, legdurvább esetben sem keletkezhet jó fékbeállítással 7-10 kg-os erőnél nagyobb a botunkon. Ekkora emelőerőt kifejteni egyébként is csak másodpercekig tudunk. A tényleges fárasztás bothoztól függően általában 3-6 kg-os terheléssel zajlik. Ekkora terhelés mellett pergetőbottal is 20-30 percen belül kifárasztható egy 70-90 kg-os kapitális harcsa. A fárasztás három szakaszra osztható. Az első a bevágás utáni szakasz, amikor a harcsa nagyon erős, még ő irányít. A felszedhető zsinort minden esetben azonnal húzzuk be. Önöknek nem kell a kameraindítással bajlódniuk. Ha csónakból horgászunk, azt lehetőség szerint engedjük el. A fárasztást a bot a szerelés erejével harmonikusan a lehető legnagyobb folyamatos terheléssel végezzük. Nyissunk a szakító előtti fékbeállításon.
A zsinór adagolást, a húzóerőt dobfogással szabályozzuk. A halvesztés, az elégtelen akadás vagy a szakadás következtében a bevágás utáni 10 másodpercben a leggyakoribb. Ezért a második szakaszban még bátrabban terhelhetjük a halunkat. Ilyenkor a harcsa elbizonytalanodik. A határozott húzásból gyors irányváltoztatásokra vált. Még erős, vissza tud törni a fenék közelébe, de a mozgása már csak a csónak környezetére korlátozódik. Gyakran vitatott kérdés, hogy meddig tartson egy fárasztás. Ez elsősorban horgászfüggő, egyéni megítélés tárgyát képezi. Én az erőbeli fárasztás híve vagyok. Számomra például a lefekvés ismeretlen esemény. Nincs értelme hosszú ideig vezetgetni egy olyan halat, ami perceken belül felhúzható. A fárasztás harmadik szakasza, a felhúzás, tehát egyéni habitus, rájelzés dolga. De mint a fárasztás többi részét, ezt is keményen, határozottan tegyük. Ez a 22 méter mélyről 4 perc alatt felhúzott igen jó harcsa a felszínre érve megadta magát. Kiemelhető állapotba került. Kisebb harcsák esetében előfordulhat, hogy a fárasztás sorrendje felcserélődik. Sekély, 2 méteres vízen az akadók miatt azonnal felhúzott harcsát kénytelenek vagyunk a felszín közelében fárasztani. Ugyan a harcsa nem rossz, de jóval kisebb az előző példánál. A kiakadás, a horogtörés esélye a rövid száron tartás miatt mégis nagyobb. Ha tehetjük, kerüljük a közelharcot. A csónak körüli fárasztásnál fokozottan ügyeljünk a bottartásra. A bot vízszintes körüli helyzetéből gyorsabban reagálhatunk a harcsák hirtelen trükkjeire. Ilyenek lehetnek a bukfencek, gyors lebukások, csónak alatti átfutások, amiket utána nyúlással, a spicvíz alátolásával vagy bot áthelyezéssel azonnal kivéthetünk. A zsinórt minden esetben tartsuk távol a csónak aljától és oldalától. A horogtöréssel végződő fárasztások egyik oka ennél a halnál jól látható. A horog az öbölhajlatig a foga előtti csontba fúródott. Itt olyan keményen áll, hogy így a harcsa védekező mozgása közben a horog leggyengébb pontját hajtogatja. A lehető leghosszabb erőkorú hajtogatást a hegy alatti hajlatban még a jó minőségű, erős horgok sem bírják sokáig. Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a harcsák gyakran csak a foguk közé veszik a csalit, és így viszik el az úszót. Ebben a bemutatott esetben a nadálycsokor mellé kis hal is volt tűzve, de még az így kívánatosabbá tett csalit sem szívta mélyebbre ez az óvatos harcsa. Végül is ezt a halat az erős, tűhegyesre fent horognak köszönhetem. A horgaink hegyét minden horgászat előtt az ujjunk begyével vagy a körmünkön ellenőrizzük.
Ha nem ragad, nem ulasszuk el megélezni, mert gyakran csak a horgunkon múlik egy-egy halunk. Partról horgászva fárasztáskor gyakran hangzik el biztatásként, hogy pumpa, 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 ami nem csak az ütemet, de még egyben a parti fárasztás mozdulatsorát is jellemzi. A folyamatos terhelés a parti fárasztásnál is elengedhetetlen. Sőt, az ellenállhatatlan húzásba, forgolódásba, a rángatásba, amiket a harcsa gyakran produkál, a lehető legkeményebben tartsunk be. A botot a függőlegeshez közel, magasan tartsuk. Zsinort csak akkor engedjünk, ha muszáj. A szabaddá váló zsinort azonnal szedjük be, de kerüljük a csörlőzést. Az orsót a fárasztásnál a fékezés, a tartás és a tehermentes zsinór felszedésre tervezték. A húzás a rugalmas bot feladata. Megjegyzem, a példában látott botnál partról jóval hosszabb az előnyös. Lehetőség szerint a partra vastagabb, kopásállóbb zsinort válasszunk, mert a halat nehezebb távol tartani az akadóktól vagy a fenéktől, ami éles, kagylós is lehet. A fárasztásról összegezve elmondható, hogy a felszerelésünkkel harmonikusan, a lehető legnagyobb állandó terhelés mellett még a kapitális harcsák is viszonylag rövid időn belül kifáraszthatóak. Ugyan a fárasztás nem időre megy, de a tapasztalataink szerint minél tovább tart, annál nagyobb a halvesztés lehetősége. Gyakran csak a kiemelés kényes művelete során szembesülünk a kitágult, horogütöttesebb vagy a cérnavékonyra koptatott zsinór látványával. Az a horgász, aki ritkán találkozik harcsával, rutintalan vagy felkészületlen, hajlamos a kapkodásra, esetleg tart tőle, vagy fél a nagyszájú időnként agresszív haltól. Gyakran a kiemelés közben veszti el élete halát. A halkivétel lehetséges módjai közül elsőként említést kell tennem egy ritkán használt kiemelő eszközről, a merítőszákról. A harcsázásnál a megfelelő szák is méltánytalanul mellőzött, pedig gyors, hatékony, biztonságos és nem utolsó sorban kíméletes kivételi módja a halaknak. Mégsem népszerűek, pedig úgy 30 kilósig harcsa kiemelésre jó választás lenne. A vágóhorog az egyedüli szerszám, amivel az első felhúzás után azonnal biztonságosan kivehető a harcsa, így jelentősen rövidítve a fárasztási időt, és ezzel csökkentve a leakadás, a vesztés lehetőségét. Szépséghibája, hogy a halnak sérülést okoz. Bár használata nem tiltott, de elvileg jogszabályba ütköző. Ezért alkalmazását nem részletezem. Évek óta már én sem használom, de minden horgászaton kikészítem, mert ez az egyetlen olyan eszköz, ami sérülés vagy balesetveszély esetén veszély elhárításra alkalmas lehet. A kiemelő eszközök közül a legújabbak a grippek. Többféle méretben készítik, a legnagyobbak harcsa kivételére is alkalmasak. Univerzálisak, mert minden nagy testű ragadozó kivehető velük. Működési elve, a függőleges irányú terhelésre a súllyal arányosan pofái egyre erősebben szorulnak, de mégsem okoznak sérülést a halaknak. Hátránya, hogy nehézkes a még védekező harcsa állkapcsára illeszteni, és csavaró terhelésnél pofái rugalmasságánál fogva kicsit oldalirányba nyithat. Így ritkán, de a halunk le tudja tekerni magát róla.
Ezért a harcsát a kiemeléshez hosszabb ideig kell fárasztani, hasonlóképpen, mintha ugyanezt kézzel szeretnénk. Mert a kézi kivételhez majdnem a mozdulatlanságig kell fárasztani a halunkat, hogy biztonságos legyen. Kesztyű nélkül még így is fennállhat a sérülés veszély. A kiemelés technikája az eszközökkel és kézzel is közel azonos. A felfektetett harcsát húzzuk a lehető legközelebb a csónakhoz, a fejét, amennyire tudjuk, emeljük a víz fölé. Én ezt gyakran zsinórfogással teszem. A zsinórba csak úgy fogjunk bele, hogyha vág vagy nem tudjuk tartani a halat, azt bármikor elengedhessük. A hal teste a csónaktól kifelé álljon. A farkát ne hagyjuk a csónak alatt. Az első érintésre majdnem mindig megugrik a harcsa. A grippet vagy a kezünket ilyenkor tartsuk távol az előkétől. Ne kapkodjunk. A második, harmadik próbálkozásra már rá tudunk fogni az állkapcsára. Grippel ilyenkor azonnal emeljük, mert csak így szorul meg. Míg kézzel csak azután, hogy az ujjainkat az állkapocs csont mögé fordítottuk, és a fogára vagy elé nagy ujjunkkal keményen ráfogtunk. Készüljünk rá, hogy a harcsa pörögni fog. A grippel ezt tudjuk követni, kézzel ez már nem biztos, mert előfordul, hogy nem tudjuk megtartani a halat. Mielőtt megcsavarná a csuklónkat, el kell engedni, de önök a nagyujjukat se felejtsék ott, mint ahogy én számtalan esetben. A kefefogak sem viccelnek. A kesztyű vagy rongy használata ajánlatos. Több horgos szerelék vagy műcsali esetén, ha marad szabadon lógó horog, a fokozott balesetveszély miatt kerüljük a kézi kiemelési módot. A kivételnél se legyünk meggondolatlanok. Tehát, ha már meg tudjuk ragadni és tartani, a nagyobb harcsáknál spiccel mindig a víz felé tegyük le a botot. Így azonnal fel tudjuk kapni, hogyha kell. Lehetőség szerint az orsón a felkapó kart nyissuk ki. A fogó kezünkkel a csónak peremére fektetve húzzuk ki a halat a hasáig, majd a másikkal fogjunk rá a vízszintes uszonyára. A feje felé húzva ez nem nyaklik, tartani fog. Törzsünket elfordítva, esetleg térddel megtámasztva a halat, borítsuk be a csónakba. Hasonlóképpen járjunk el a grippel is. A nagyobb harcsáknál fogjunk át a nyeléről a tövére, így beemelésnél hosszabbat tudunk húzni a halon. A kiemelés kapcsán említést kell tennem a kívülről akadt harcsákról is. A tudatosság teljes kizárása mellett is gyakran fordul elő, hogy a harcsa testébe akad a horog. Még olyan horgászmódszerek alkalmazása mellett is, ahol elképzelhetetlennek tűnik a külső akadás. Ez adódhat a határozott bevágás során, amikor a harcsa csak a csalit fogta, és fárasztás közben is gyakori az átakadás. Az előző részben láthattuk, hogy fárasztás közben hogyan orsózik a harcsa. Így módon a testére tekeri a zsinórt, amit néha a szakadásig feszít. Ha a szájából ilyenkor akad ki a horog, az óhatatlanul a testében landol. Ez a vegyes érzelmeket, csalódottságot kiváltó esemény minden harcsással előfordult már, vagy elő fog fordulni. Ilyenkor a vágóhorog volt az első számú segédeszköz, de ennek hiányában a grip, vagy inkább a kézi kivétel marad. Ha szándékunkban áll visszaengedni a halat, egyszerűbb kiakasztani a horgot a bőréből. Ne felejtsük el, a kíméletes bánásmód még a konyhára szánt példányoknak is kijár. A sorozatunk utolsó évszaka, az ősz, amely változékony, akár a tavasz, de míg a tavasz a megújulás, a természet kiteljesedése felé halad, az ősz az elkerülhetetlen elmúlás fagyos leheletébe, a télbe torkollik. Ami ennyire azért nem szomorú, ám több hónapos tétlenségre kárhoztatja a harcsásokat. De addig van még erős két hónapunk, ami akár az idén legnagyobb halát is adhatja. Az ősz elején a filmek során bemutatott módszerekkel a már ismert helyszíneken még jól fogható a harcsa. A folyamatos táplálkozását csak a frontok gyors változása, a változékony időjárás, a lehűlés zavarhatja meg. Az idő múlásával az ősz közepe felé a nappalok egyre kevesebb halat adnak, míg az éjszakák első negyede és a napfelkelte előtti időszak erős marad.
Néha meglepően eseménydús pergetés javíthat a nappali eredményen, bár a fogások többsége a naplemente utáni időszakra esik. Mégis a legjobb választás azoknak, akik nem akarják az egyre hidegebb, párás éjszakákat a vízen tölteni. Az ősz végéig az ismert felszíni módszerekkel is eredményesek lehetünk. Éjszaka, akár partról is, mert jelentős változást az első éjszakai fagyok hoznak. A vizek rezzenéstelen csendbe burkolóznak. A felszínről eltűnnek a táplálékhalak, és így a harcsák is. De a gödrösök környékén megtalálhatjuk őket, és úsztatóssal, csúszóúszóssal, fenék közelében még foghatunk belőlük, míg a fagyok rendszeressé nem válnak. A fagyok beálltával az első részben már ismertetett, néha a legelképesztőbb helyekre is a harcsák elvermelnek. A vermelőkben felkínált csalink egy-két nagyon ritka kivételtől eltekintve érintetlen marad. Az ebben az időszakban gyakori külső megakasztásuk nem csak etikátlan, ma már büntetnek is minősül. A következőkben egy új témába kezdünk, amit ebben a részben nem tudunk befejezni, de az alapjait részletesen ismertetjük. Ez a téma a harcsavadászat. A horgászaton belül ritkán találkozunk ezzel a kifejezéssel. Nehéz is meghatározni, elválasztani, hogy mikor vadászunk vagy harcsázunk, mert összemosódik e két dolog. A vadászat általában egy normál horgászattal indul, mikor is mérettől függetlenül meglátunk, felfedezünk vagy érzékelünk egy példányt, és attól kezdve minden tettünk a látott harcsa megfogására irányul. Ez már vadászat, de annyira általános eset, hogy értelmetlen külön elnevezni. A vadászat egy kicsit többet jelent. Ezzel a móddal olyan harcsákat is meg tudunk fogni, amik éppen nem táplálkoznak, nem éhesek, de védik a fekvőhelyüket. A vadászat egyetlen példány megfogásáról, egy adott víz legnagyobbjairól szól. A harcsák élettere a víz egy olyan közeg, amiben mi nem láthatunk bele, mégis ennek a horgászati módnak is az alapja, a vízünk lehető legrészletesebb ismerete. Azon belül nagy harcsák tartózkodási helyének, területük mederviszonyainak fél méter pontosságú feltérképezése. Ritka lehetőség, hogy egy tómedret száraz lábbal járhatunk be, és így kapunk rálátást a halak életterére. Kapva ezen a kivételes, kihagyhatatlan alkalmon a felderítési, a keresési szempontokat, a lehetséges harcsa előfordulási helyszíneket, itt a gyönyörű környezetű, leeresztett vízű Széki tavon mutatjuk be. Kezdjük a befolyóval. Mint tudjuk, a harcsák egyik kedvelt tartózkodási helye lehet, ha árnyas, zegzugos, pandajos, esetleg akadós és gazdag, benőtt vízi növényzettel. Kiváló ívóhely is, ha erre alkalmas gyökérzetet talál. Ilyen szempontból ez a befolyó nem szerencsés. De mivel a táplálékhalak, főleg a keszegek szeretik, ezért nem érdektelen. A helyi áradások hatásai miatt a tó legnagyobbja is felkereshetik, ahogyan a sekélyben lévő terülőjét is. Áradáskor a patakmeder is kiemelt figyelmet érdemel. A sekély tavasszal a legerősebb, de kedvelt zsákmányszerző hely marad az egész idényben is. Itt a leggyakrabban előforduló méret az 1-től 20 kilóig, de időszakosan tanyát verhet egy-két nagyobb is. A mélyebb felé haladva szaporodnak a haltartó helyek.
A számtalan akadó, a tuskósok kiváló búvóhelyet adnak a táplálékhalaknak és a vadászaiknak is. A túlélésért folyó harc mindennapos drámáinak helyszíne ez a terület. Az egybefüggő tuskósok akár a legnagyobb hardságnak is nyújthatnak időszakos fekvőhelyet. Tovább haladva egy északi fekvésű, meredek sziklaparthoz érünk, melynek padjai, üregei, aláhajlásai egész évben viszonylag sötét, árnyas fekvőhelyet biztosítanak. A közelben klasszikus ívóhely is van, ami szintén fontos, mivel a tavon kevés található belőlük. Így a nagyharcsáknak még vonzóbb lehet ez a sziklás terület. Tovább haladva a tó legmélyebb szakasza felé, pontosítanám, hogy szerintem miért szükséges az ilyen mérvű helyismeret. Hiszen ha látunk mozogni, vagy halljuk a harcsákat rabolni, általában a táplálkozási területükön horogra tudjuk csalni őket, különösebb helyismeret nélkül is. Ez így igaz, kevés kivétellel, úgy 40 kg-osig. Ám ennél nagyobb halak esetén valószínűbb, hogy abban az évben már színüket sem látjuk. A vadászat során ezeket a halakat keressük, próbáljuk megfogni, amik az életmódjuk miatt egy-két alkalomtól eltekintve láthatatlan állományt képeznek a tavakban. Ezek a halak az adott tó korához képest a legidősebbek, a legnagyobbak. Életmódjuk jellemzője, hogy a tavak legfrekventáltabb helyeit elfoglalva egész évben fekszerek, és ott az arra járó táplálékból, táplálékhalakból szívogatva tartják fenn magukat, vagyis fekvő, szívogató életmódra rendezkedtek be. Ezekről a minden igényt kielégítő helyekről kimozdulni csak különleges, kivételes esetekben szoktak. Ezért ezeket a harcsákat észrevenni, felderíteni, megtalálni rendkívül nehéz, időigényes feladat, ám nem lehetetlen. Az eddig bemutatott helyszínek, ha esetleg mozgásban lévő nagy harcsát látunk, csak támpontot adhatnak, hogy hol keressük a lehetséges fekvőhelyüket, mivel ez a méret rendkívül keveset mozog. Ennek a mozgásterülete közelében kell lennie. Így, ha tavunkon jól ismerjük a tuskósokat, akadókat, töréseket, a legmélyebb pontokat, azonnali elképzelésünk lehet a tartózkodási helyéről, amit így rövidebb időn belül viszonylag szűkebb területen pontosíthatunk, ha erre egyáltalán esélyünk van, mert például egy másik helyszínen, a Leveleki tavon, nyáron, jó időben, meghorgászhatatlan helyen, egy nagy kiterjedésű hínármező takarásában vannak ezek a konkrét fekvőhelyek. A harcsák az itt élő gazdag faunából kényelmesen táplálkozhatnak, és eközben mozogniuk sem kell, így észrevétlenek maradhatnak. Esélyünk a megfogásukra csak a közelben elterülő, kiváló gyökereseken, táplálékhal íváskor vagy harcsaívásban van. A felderítést nagyon megnehezíti, vagy lehetetlenné teheti a búvóhelyek mennyisége, gazdagsága, amire jó példa a tüskei tó vadregényes, zegzugos vize is. Itt a nagyharcsák az év nagy részét a buja növényzet, a pandajos partok, száraz bokrosok, szigetek alatt töltik, és még a hangjukat is elvétve hallani, pedig szép számmal van belülük a tóban. Az egyik 60 kiló fölöttire Jani barátom hívta föl a figyelmem. De mire beértem a csónakkal, már nem láttam jelét, ám az ívókeszek hemzsegett a területen, ami nagyon biztató jel. A helyzet tipikusnak mondható, mivel a nagyharról semmit sem tudunk. De valószínű, hogy a lakhelye, fekvőhelye a közelben van, és az itt zajló nyüzsgés vonzza, mozdítja ki a kényelmet, biztonságot adó rejtekből. De az ellenkezője is igaz lehet. Elképzelhető, hogy az ívásra készülődő nagy harcsa vonzotta ide a keszegeket, ami gyakran előfordul harcsaívásban. Thank you.
Tény az, hogy a nagyharcsa nem jött ide sem most, sem később. Ez a derítő tavi szituáció nagyon hasonló a tüskeihez. A jelentős különbség, hogy ez a keszegívás 20 méterre zajlik az általam ismert legnagyobb harcsa jelenlegi fekvőhelyétől, amit pontosan ismerek. Ez a hal már többször került horogra az előző helyén, rendkívül óvatos és gyanakvó, mint általában a 20 kiló fölöttiek. Ezért hiába kopogtattam az ajtaján, ott, ahol most lakik, a rengeteg akadót figyelembe véve a lehető legjobb helyen felkínált csalikkal, az számára érdektelen maradt. Így előtérbe lépett a másik alternatíva, hogy ő talál meg engem. Jelen esetben a keszegíváson, ami mágnesként vonzza őket, és azon kevés események egyike, amikor, ha közelében zajlik, a nagy is rámozdul. Hogy az áramlás ne vigye el a szereléket, és a lehető legközelebb legyen a csalim a gyökereknél csoportosuló keszegekhez, az ólom előkével a parthoz rögzítem az úszót. Azért a türelem itt sem árt, bár nem eseménytelenek a napok. A nagy csak napfelkelte előtt mozog. Egy nagy burványt hagy maga után mindig ugyanott, majd eltűnik másnapig, de a remény megmarad, mert valahol itt van. Egész közel.